Szép jó estét kívánok az összes még itt maradó nézőnek. A következő mérkőzésünk az Immortals Team Envious összecsapás lesz. És a szezon előtt még azt mondtam volna, hogy sima Immortals. Viszont most, hogy láttam az NBA első két mérkőzését, azt mondom, hogy az Immortalsnak nem szabad alábecsülni az NBA-t. Mit gondolsz, Zimi? De igen, eddig én is egyébként majdnem pontosan ugyanezt gondoltam, hogy eléggé azt mondtam volna, hogy könnyű mérkőzés lesz, viszont mindkét csapat megmutatta nekünk azt, hogy azért nem szabad elfelejteni őket, hogy bőven tudnak meglepetéseket okozni. Ameddig mondjuk az Immortals maga biztosan tudta megkezdeni a szezont, úgyhogy egyébként ugye a TSM-et is sikerült simán 2-0-áznia, ami szerintem ugye azért egy elég jó teljesítmény. Jelzésértékű minden esetre. Igen, igen. Addig igazából az NBA már most jobb szezonnál tart, mint tavasszal, ami mondjuk azért elég csúnya dolog. De hogy ott volt egy szoros mérkőzésük, amikor ugyan veszítettek a Dignitas ellen, viszont egy szép mérkőzésen tudták elvenni a Phoenix Vant, akit itt ugye most is elvertek. Bocsánat, hogy beszólok, de Pobikámat látjuk a képernyőn 6,3-as KDA-val az első hétről, ami zseniális, a legjobb észak-amerikai LCS-ben, és annak is köszönhető az Immortals ilyen jó teljesítménye, hogy Pobelter megint csak olyan formában, mint nagyon régen. Flame a felsősvényen, X-Mitty a dzsungelben, Pobi tehát középen, Kodisan, valamint Oli az alsősvény párosa. Ez az Immortals hetese. Míg ellenfelük Seraph lesz, Rira, Pirian, Apollo és Hakuho. Hakuho, így van. Egy nagyon erős ötös az NBA oldalán is, akik mostanra azt mondhatod, hogy összeálltak. És tényleg magabiztosan jó teljesítményt tudnak nyújtani. A Dignitas ellen egy hajszálon múlt, hogy vereséget szenvedtek. Egy rossz csapatharc a játék végén, ezt már megszokhattuk Észak-Amerikától. Majd utána a Phoenix One csapatát tudták megnyerni. Mind a két mérkőzésük, a BO3-as mérkőzés minden egyes mérkőzését kihasználták. Tehát egyszer nyertek, kettő egyre, egyszer pedig vesztettek. Ami viszont fontos információ, hogy vörös oldalon három mérkőzést játszottak, háromat pedig kéken. Kéken 3-ból 3-at nyertek, míg vörösen 3-ból 3-at veszítettek, most pedig vörös oldalon érkeznek az Immortals ellen, jelzésértékű. Igen, viszont érkeznek is rögtön a tiltások. Érkezik egy Thalia tiltás, egy Zyra tiltás, míg a másik oldalon ugye ki van vágva rögtön Shen és Alice. Egyébként a Thalia teljes mértékben érthető, hiszen a középső ösvényen egy elég domináns karakter jelenleg. Közben Edi kollégánktól érkezett a segítség, hogy Nono vagy vak, vagy fejtetőről még nem tudja megkülönböztetni a játékosokat, hiszen X-Mitty statisztikáját láttuk, nem pedig Pobelterét. Majd a kinti kollégáknak szólok, hogy írjanak már oda valami nevet, mert Nono annyira inkompetens, hogy egy karaktert, egy játékost nem tud felismerni. Hát tudod, Nono, ilyenkor van az a Diktátor című filmet, remélem látta, tudod, amikor mondja, jaj, semmi baj, és akkor mutatja, hogy jó, akkor meg kell ölni, és akkor következő pillanatban ragadják is el, és akkor jajik is meg. Hát igen, valami hasonló. Viszont érkezett ugye egy Zac tiltás, őt érkezett egy Bart tiltás, ami jelenleg érthető, hiszen a meta nagyon-nagyon kedvez az ilyen bóklászó támogatónak, viszont bennmaradt ez a Gálió. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy egyébként Oli nagyon-nagyon szereti Bardot választani, viszont ettől függetlenül ugye nem szabad elfelejteni, hogy Gálió bennmaradt, úgyhogy egy olyan hős maradt bent, ami jelenleg eléggé erős. Kicsit talán túlságosan is erős, hiszen jelenleg ő is fókuszban van a gyengítések kicsiny listáján a Riotnál, viszont érkezett ugye az NBA oldalára egy Karma és egy Varus, úgyhogy az alsó ösvény lényegben meg is van. Kodisan pedig új karakterhez nyúl, eddig még csak Varusszal és Caitlynnel játszott, most azonban Xayah érkezik majd. Lirához pedig Nidalee megint csak, ő már játszott egy Nidát, kíváncsi vagyok. Akkor Alice ellen választotta, most azonban Alice tiltólistán van. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan működik majd Lee Sin ellenében. De az biztos, hogy a dzsungel takarítása nagyon gyors, továbbra is hiába dolgozták egy picit át ezt a karaktert, a számaim picit módosítottak, de még továbbra is egy olyan dzsungeles karakter, aki ellen nagyon nehéz jó teljesítményt nyújtani, mert elég a piszkálódó sebzése, a hidegháborús időszakot jól bírja, és tényleg a dzsungel takarítása az, ami nagyon gyors.
Igen, ettől függetlenül nekem valahogy, amikor egy ilyen Nidalee-t látok, vagy egy LCS szinten, vagy akár csak ugye jelenleg a sima élő szervereken, bármelyiken is legyünk, valahogy nekem kicsit olyan visszás érzéseim vannak ezekkel a Nidalee-kkel kapcsolatban, hogy lehetnek jók, akik tényleg letarolják a játékterületet, az egész jungle-t, mindenkit, viszont valahogy ott van bennük ez a hiba faktor, ami azt jelenti, hogy pont az ellenkező fog megtörténni, és ez nem túl kellemes, hogyha az envy oldalán meg fog történni. Viszont a második körös tiltások között érkezett nekünk egy Rakan tiltás, hogy nehogy megint oda kerüljön szája mellé kicsiny barátja, kicsiny szerelme, ha nevezhetjük így, érkezett egy Syndra tiltás, illetve érkezett a másik oldalon egy Jace és egy Leblanc tiltás. A középsős mind egy picit megbontották a csapatok, a Rakan tiltás pedig önmagában Xayah választás miatt is érkezett volna. Pirean orientálni fog majd. Ezzel a hőssel ő még nem szerepelt. Ez az ötödik karakter, amit ebben a szezonban bemutat a hetedik mérkőzésén. Ez elég nagy hősbázisra utal. A kompozíció pedig egyelőre egy ilyen piszkálódós, őrzős kompozíciónak tűnik. Ehhez kellene még talán kiválasztani egy olyan felsősvényest, aki jól meg tudja indítani a golyóbist. Támogató pozíció pedig Blitzcrank az Immortals oldalán. Olia, egy az egybe azt mondom, hogy ő az új Afromu. Tehát tényleg ugyanazokat a karaktereket játsza előszeretettel. Tehát nagy Morgana mester, Bard mester, és most még Blitzcranket is behozza. Mind-mind olyan választások, amiket Afromutól szoktunk meg. Szerintem Oli méltó erre a címre. És ha már kértem a golyószállító felső ösvényest, tökéletes Jarvan. Igen, egyébként nagyon-nagyon szeretem a Jarvanokat, hogy amikor legelőször felbukkantak nekünk az előző szezonban, akkor azt láttuk, hogy inkább ez az orgyilkos, kihoztam a sebzésem, és akkor utána már nem fogok valószínűleg kijönni, de legalább 2-3 embert majdnem a halálig sodortam az összes sebzésemmel, egy ilyen full kombinációval. Most már inkább ezek a kicsit balanszoltabbak vannak jelen, van bennük sebzés, de ezért a tankosság is jelen van bennük, úgyhogy nincs az, hogy beugranak, elporladnak, és akkor igazából ennyi volt számukra a csapatharc, hanem beugranak, és akkor még mindig az van a probléma, hogy túlélték a beugrást, és még mindig hatalmas sebzést tudnak leosztani. De a másik oldalon jelenleg az Immortals csapat kompozíciója egy olyan kompozíció, ami eléggé kellemetlenül fog érinteni bárkit. Akit mondjuk az a Blitzcrank elkap, ott van rá az a Galio, rögtön felbőszítés. Ez a kombináció, ez hasonlóan jó lehet egyébként, mint az előző összecsapáson, az a végső. Talia, Zac, Rakan, mindent bele, Cassiopeia kombináció, mivel ugye meg is nyerték a mérkőzést. Viszont nagyon játékos, hogy akkor még. Ami viszont az Immortals ma már hajthatja a vizet, az az, hogy az alsó ösvényen bár valószínűleg jobban fog tolni a Team Envy, hiszen két piszkálódó karakter, jó minion takarító képességgel. Mm-hmm. Viszont amint a torony közelébe érsz, óvatosnak kellened, mert Blitzcrank wuk, így beránt a torony alá, így jöhet nyugodtan rajtaütés is Lee Sin-től, ami az alsó ösvényen pedig különösen fontos lehet, hiszen az Immortalsnak van egy ilyen hidden passzívja, egy titkolt passzívja, az az, hogy eddig 16 darab sárkány élet Immortals mérkőzéseken, ebből 8 pokoli sárkány, tehát a sárkányok fele, ha az Immortals játszik, pokoli sárkány, amelyből elég nagy százalékot el is tudnak hozni, hiszen 8-ban eddig 5-öt ők tudtak megszerezni, és mindössze 3-at engedtek át az ellenfél csapatainak. Ezúttal 7 sárkány lesz az első, hasonlóan fontos célpont, amire ki lehet lépni, viszont ilyen erősítést háromszor is élett az Immortals ellen, és még egyszer sem tudták elhozni. Igen, ezek az érdekes kis számok egyébként mindig nagyon-nagyon jók tudnak lenni, és kicsit érdekes, hogy van egy Blitzcrank jelenleg ugye a játékban, ez már alapban egy kicsit érdekes, viszont a másik érdekesség az, hogy a Riot rajta is gondolkodik, hogy hogy lehetne még jobban úgymond a játékba illővé varázsolni, viszont látjuk, hogy megjelenik. Azt még nem tudom biztosan mondani, hogy mennyire fog működni, viszont minden adott ahhoz, hogy egyébként nagyon-nagyon jól előkészítsek Xayah számára a terepet, hiszen hogyha a tollak mögé rántja be az ellenfeleket, akkor Xayah onnantól kezdve visszarántja a kis tollait, és akkor ott járunk, hogy akkor próbálja valahogy menekülni a kombó elől, és mindig ott van a Blitzcrank végső képessége, ami nem csak sebzésben, hanem ugye még egy kicsi némításban is azért ott van, ami elég kellemetlen, bárkit is érint. De a mai nap nem ez az első Blitzcrank játék, amit látunk, hiszen a Unicorns of Love csapatában Hillisang volt az, aki elhozta ezt a Mysterious Monkeys elleni mérkőzésen. Azon a mérkőzésen győzedelmeskedni tudott a Blitzcrankkel.
fémjelzett csapat az Immortalsnak, ezen kívül ugye még jó mellett az is, hogy vörös oldalon az Envy csapata, ott pedig még győzelmet nem tudtak aratni, de hát tudjuk, hogy a statisztikák azért vannak, hogy rácáfoljanak a csapatok. Igen, és látszik egyébként, hogy most igazából már most az első kicsit több, mint... Jézus Isten! Igen, az Immortalsok azt mondják, hogy valószínűleg 90%-ban nekik szavazták meg a bizalmat. Ez egyébként a csapat kompozíció alapján jelenleg teljes mértékben értető, és látszik azért, hogy ki melyik oldalon is van ott inkább az a rajongás. Szép. Meg talán még az előző szezonos Envy-t ismerték meg a Twitter szavazók, és nem bíznak ebbe az új Envy felállásba, miközben jó a csere Flame-től Seraphra. És érkezhet Lee Sin nyugodtan? Na felső ösvényre Pirannak jó a piszkáldása. Hakuo bóklászik. Pobelternek az északi folyó irányába van menekülése. És teljes mértékben elő van készítve már Flame által a felső ösvény. Lee Sin is ott van a közelben. Nidas szintén beragad el a torony alá, Seraph jó a felbőszítés, kapja a sebzést Flame, de nem lesz elég a villanását is kihasználja, első gyilkosság az Immortalsnál. Közben jó a húzás, az égetés, Haku lehet bajban, kihasználja a villanását, ugyanúgy a túloldalról Oli, a gyógyítás is kijön, még egy villanás, valamint gyógyítás, mindkét oldalról jönnek ki az idézői képessége, Kodisan lehet bajban, még egy alaptámadás, meg is van, Haku szerzi meg, az égetés talán az, ami elviszi végül befejezni, Oli pedig nem fogja tudni az NBA játékosait, ez egy újabb gyilkosság lesz, ezúttal Apollónak, 2-0-ás csere az alsó ösvényen cserébe. Igen, és láthattuk, hogy Apollo mennyire szerette volna megvédni Hakót, ami sikerült neki. És kicsit egyébként aggódtam is, hogy mi lesz akkor, hogy vajon Apollóra visszafordulnak. Hát ez, hogy két gyilkosságot tud elhozni az Envy alsó ösvényen. De lássuk, hogy mi történt pontosan a felső ösvényen. Ugye érkezett Xmity, hogy valahogy elkapják, amennyire lehetséges ezt a Jarvan-t. Hiába villant a felbőszítés után, igazából semmi menekülni valója nem volt. Még jó, hogy Lirána nem fordultak erre, és lett volna lehetőség egyébként. Ott nagyon közel volt, hogy mind az aranyat, mind pedig a tapasztalati pontot megmentse legalább magának. És beszéltünk arról, hogy Nidával gyors a dzsungel haladás. De ránézünk a dzsungelszörnyek kitakarítására, vagy ha úgy tetszik a farmokra, mind Lee Sinnél, mind pedig Nidánál, akkor látjuk a különbséget. A sebzés pedig Seraphra mondhatni tökéletes. És remekül használja ki a kolosszus kurázsiából adódó pajzsot is Flame. Igen, amikor egy kolosszus kihasználja a kurázsiát, az azért elég érdekes szokott lenni. Viszont igen, mondhatjuk azt, hogy Galio nagyon-nagyon jól tud nyerni a cserékben. Még a hatos szint környékén is, sőt egyébként szerintem majdnem úgy végig nagyon-nagyon jól tudja nyerni a cseréket, hiszen megvan benne minden, ami szükséges, hogy meg tudja nyerni. Van egy kicsi sebzéscsökkentés, van életerőn alapuló sebzése ő magának, illetve az a kis pajzs, amit kap abból a kis kolosszus kurázsiából, az elég nagy, elég jól fog jönni. Hiába van a másik oldalon egy Jarvan, akinek egyébként van sebzése. És ilyen le is van egyébként maradva a farmban. Xmity pedig nem mehet be a saját dzsungelébe konkrétan, mert azt Lee-ra uralja, aki 5-ös szintű, tehát szinte előnnyel is rendelkezik. Itt pedig érkezés az alsó ösvényre. Kodisan lehet talán bajban, jó a húzás, a lassításba beleáll Kodisan, de Haku az első, aki meghal, majd utána be lehet Olit is fejezni. A két támogató hagyja ott a fogát, egy-egyes a csere. Jaj, Seraph, déjà vu. Ezúttal villanás nincs, a felbőszítés talál, Flame kapja a sebzést, jó a menekülés és a pajzs, Xmity azonban túléli, Flame tankol, gyönyörűen kivitelezett rajta ütés a felső ösvényen. Igen, ez a Seraph fókusz eddig egészen jól tud működni, és látjuk, hogy rálátással nem rendelkezett az Immortals a hármas nádoros, úgyhogy ezt kihasználva tudtak rögtön ketten egyébként beérkezni a vízbe, és nagyon jó a hitbox, úgyhogy sikerült elkapni egyébként Akut. És ugyan még egy támogató oda veszett ebben az összecsapásban, viszont 3-2 ellen ez még mindig egy jó kis csere volt. Így és is? Első torony. Így is jó volt a csere? Az első tornyot kell átengednie hát az Envy-nek az Immortals oldalra, bocsánat. De egyébként én úgy értettem, hogy az Immortalsnak volt jó a csere az alsó, és jaj, most még egy tornyot is hoztak, úgyhogy... Ja, úgy igen, akkor úgy egyetértek veled. Közben látjuk, hogy a jégkori lepel az, amit befejez magának Galio. Biztos vagyok benne, hogy így az ösvényt ezt meg fogja tudni nyerni.
Jarvan pedig felkészül a hosszú ösvényfázisra, vagy legalábbis meg akarja befagyasztani, ha már tornya nincsen, hiszen aratást vásárolt magának. Galiónak pedig van lehetőség egy bóklászni, úgyis farm előnnyel rendelkezik, de dzsungelben az a farm különbség. Sejtettem, hogy nagy lesz a két dzsungeles közti különbség, de ennyire nem, és Lissinek így kutya kötelessége gyilkosságokat elhozni, ha nem akar akár szintben, akár pedig aranyban lemaradni Nidalee-val szemben. Igen, és érdekes eddig, hogy ugye kiemelted, hogy a saját jungle-ében nagyon-nagyon jó Nidalee, viszont eddig olyan hihetetlenül jól nem igazán tudott érkezni. Az előbbi érkezése nyilván jó volt, hiszen megint azt csinálja, amit az előbb, hogy fogja, leőrszemezi az ellenfél jungle-ét, akár egy kicsit még oda is csapdász, ez szükséges, és rálátás nélküli területről tud kilépni az Immortals felé. Ez nyilván jó dolog, viszont az már egy nagy erőny, nagy előny volt, ugye, hogy nem volt rálátás az Immortalsnak. Érdekes, pedig nem biztos, hogy ez azért sikerül gyilkosságra váltani, ezt a kis előnyt, mert ez egy Nidalee volt. Nem szeretett a Nidalee-ket. Nem, én nem szeretem őket. Rossz macskák mindannyian. Kutyapárti vagyok. Hát ez Darcig meg tudja. Kodisant farmol az alsó ösvényen, némi lemaradása van Varusszal szemben, nem csak farmban, de gyilkosság és támogatás tekintetében is. Neki ezt vissza kellene majd hoznia. Ő mindössze egy hosszú karddal rendelkezik, még Varus be tudta már fejezni a reflexíjat. Ez azért elég jelentős különbség. A pengecsőrök pedig nem élnek, Pobelter hiába is próbál onnan lopni. A vörös szeder hát viszont ebben a pillanatban élet. Flame ezt nem fogja tudni megszerezni, tekintve, hogy érkezik Lyra, valamint Pirián. Csata valószínűleg itt kialakul majd, az Immortals fogja ezt kezdeményezni. Az őrszem takarítás minden esetre megtörténik. Ez nagyon táncikálós időszak. Tehát, és nem tudom, Flame hanyadjára kezdte el ezt a vörös szeder hátat. A láncsa betalál, rálátás biztosítva van a golyó által. Jó a rugás, sikerül átrugni. Jön a hősi belépő Flame által, viszont 4-3 ennyi szituációból jobban jöhet ki az Immortals. Megvan Hakuo gyilkossága, és a vonzás hullám találja el Flame-et. 2-0-as eddig a csere, 2-1-esre módos Orianna. Jó voltából lehet rá fordulni, Pirian villan, viszont így is megvan Lee Sin-re a gyilkosság. 2-2-es a csere, Pirian lehet még bajban, de Oli az, aki nem tudja őt befejezni, hiszen CC, vagy CD-n vannak a képességei, és már az égetése is elhasználásra került. 2-2-es csere az MB dzsungelében. Igen, és egy dupla erősítés van Pirálon egyébként a harc végén. Ez a kis tánc inkább egy baronnasortáncra emlékeztetett, viszont... Ó, romlás abszolút lánca, és ári gyilkosság. Apollo gyűjti be ezt a szóló gyilkosságot a középső ösvényen. A harmadik gyilkosságát, ami egy lövésznél nagyon-nagyon jó. Pláne egy Varusznál. Hát igen. Ez tipikusan az a lövész, akit nem igazán kéne megetetned. Bár mindegyik az, akit nem igazán kéne megetetned. Viszont a Varuszok szerintem a legkelemetlenebbek, főleg a romlás lánca miatt. Megutána a kis jelzőket rátpokolják, egy kis életerőn alapuló sebzés, és igazából temethetünk, mint az előbb egyébként Pobeltert, akinek ugye nincsen villanása, nincsen égetése, úgyhogy simán bele tud sétálni egy hasonló kis csapdába. Ettől függetlenül az ő statisztikai eddig még pozitívak. Pirán pedig nem halt meg az előző csetepaté során, viszont rengeteg idézői képességet dobott be mind a két fél. Ugye, Olinak sincsen, Pobelternek sincsen, X-Smithnek sincsen, Flame-nek csak egy teleportja, míg a túloldalt is elég rosszul állunk ezen a téren. Igen, és akkor látjuk, hogy mi is történt pontosan, egy villanás és romláslánc kombináció alatt után azt a kis minimális életet, amivel rendelkez a Pobelter, igen, könnyedén el tudta pusztítani Apollo. Tökéletesen használta ki az alaptámadások duplavék és többi képességekkel robbantó sebzését. A Hedge sárkányra pedig minden esélye megvan az Envy csapatának kilépni az alsó ösvényes rajtaütés után. Az észlelő őrszem kitakarításának feladatát magára vállalja Apollo és Hakuo párosa. Ére pedig nagyon gyorsan halad az ellenfél dzsungelében is. Itt a torony alatt hatalmas problémában lehet Cody és Oli párosa négy emberrel. Itt van már az Envy csapat, a teleportál pedig Seraph is érkezhetne, betalál a láncsa, a vonzás hullám pedig befejezi a gyilkosságot, Oli hal meg, Pirian 2-0-1-re módosítja a statisztikát, az Envy pedig megszerzi a mérkőzésen az első tornyát. Igen, és Lyra mint egy kicsit meglepődött volna, hogy véget ért a vonzás hullám, Oli elhalálozott, és egy picit így megállt, hogy hú,
lehet akkor sok sebzésünk volt, vagy nem is így tűnt, abból a reakcióból csak ott állt egy kicsit, és csak utána indult el. Viszont próbál közben egyébként válaszolni erre a toronyra, az Immortals. Hát többfüggetlenül a tornikálása 1-1, ha most el tudják hozni ezt a tornyot, akkor megint velénybe tudnak kerülni, hiszen jelenleg arany lemaradásuk van, ami a gyilkosságoknál észlehető, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy lényegben dupla annyi farmán rendelkezik Lyra, és ahhoz képest mégis 3 gyilkosságnál jelen tudott lenni, ami nem szép, ami nem kicsit szép eredmény. Majdnem elrontottam, hogy nem szép eredmény. Rossz macska. Hát véleményed szerint mindenképpen, de mérkezik Marek Smithy a középső, és teleport ugyanúgy, de gyorsabban be lehet fejezni. A középső ösmélyes kataklizma pedig már ott van Jarvan-tól. A sebzés szép, a hanghullám betal az égetés is kijött már Seraphra a lekötés, jó lesz Pobelterrel szemben. Kettős gyilkosság a macsekon a 3 támogatása mellé. Mikor fogod elismerni Lyra Nidaját? Mit kell még tenni ahhoz, hogy elismerd? Hát értem, hogy jó táppal letették itt az Envy-nél ezt a macskát, viszont nem akarom elfogadni még mindig ezt a macskát. Jól játssza meg egyébként Lyra a karakterét. 2 gyilkossága van, 3 támogatása, 91 farmja. És nézze meg, az Immortals volt az, aki kezdeményezett. X-Mitty rögtön érkezik be. És elpusztítja Pobelter egy pillanat alatt pillanat, és érkezik Seraph. És azt mondja, hogy hopp, akkor vetődjünk be a harcba. Egyébként teljesen jól, hiába érkezik rá a válasz. Nézd meg, Lyra hiába van elcsábítva, megy előre. Igazi vadmacskaként 2 gyilkosságot bezsevelve. Zseniális ez a macska, de akkor is rossz. Rossz cica. Gészl egyébként Jarvan a nagy hasítóbárda, ami majd csökkenti az ellenfél páncélzatát, ezért lesz nagyon jó, hogyha ő tud kezdeményezni. Miközben higany lépteket vásárol magának Nida, így rövidebb ideig tart majd a csábítás, ami esetleg betalál rá, és a lekötések ugyanúgy, valamint a ragyogás miatt most már bőven lesz sebzése, miután beugrik a félhold csapást, várom rá következő tárgyként. És ha ez elkészül, akkor már nem csak a lándzsáktól kell tartani, hanem a berepülő macskától is. Hát mondjuk attól eddig is kellett egyébként, most is hogy levadászta a kis egerét, ha lehet ezt így mondani. Nem tudom, már itt inkább rókának hívnám, miközben jó a kezdeményezés, X-Mitty megkapja a vonzásolamat, mellé a lándzsa, Seraph pedig begyűjti a gyilkosságot. Az Envy csapat mozgása eddig semmi kívánivalót nem hagy maga után. Olyan, mint egy tökéletes szimfónia, hogy mindenhol a kis hangok tökéletesen csatlakoznak a nagyobb volumenű hangokhoz, és egy ilyen gyönyörű kis nótát játszik jelenleg nekünk az Envy, amire az Immortals válaszra mennyire lehetséges, bár Oli alkalmazza a Blitzcrank taktikát, a bokorban megbújok és hátra valakit elkapok. Ami egyik nem igazán sikeres, talán most elkaphatjuk a macskát? Nem kapjuk el a macskát. Egyébként is nagyon mobilis karakterről beszélünk, Lyrát nagyon nehéz lesz elkapni Blitzcrank által, ki nem tudom, elbújt a pengecsőrök között. A hegysárkányra pedig kilép az Envy csapata, bőven lesz sebzésükre, nincs is igazán sok karaktere szükség, hogy erre a pozícióra csatlakozzon. A szurdok hírnökét pedig Seraph az, aki biztosítja. A hegysárkány pedig 10% tényleges sebzés az építmények, valamint hatalmas szörnyek ellen, és ez az Envy tudta elhozni. Igen, és érdekes ugye, hogy jelenleg Apollo vezet nem csak a gyilkosságok terén ellenfelével szemben Kodisannal, hanem még ott van az a kicsi farmelőny is nála, úgyhogy nála jelenleg ott van az elaszított király kardja, ott van egy kis serény, ott van egy kis tolvajsúranó, egy kis Dorán pajzsa, míg a másik oldalon még csak épp, hogy készülgetnek a tárgyak, jó, nyilván van egy kis dühöngők csizmája ott, illetve a Kány kard is ott van egy csákány mellett, de hogy mégis sokkal jobban tud jelenleg ugye állni Apollo, ez annak köszönhető, hogy megkapta azt a kezdeti előnyt. És hiába van most az Immortalsnál egy hírnök, nem biztos, hogy elég lesz. Lehet, hogy nem fog eleget hozzátenni, mert kíváncsi ezek, hogy hol fogják ezt lehelyezni. Végül is nem kell, hogy a szurdoki nekem megfordítsa az állást, elég, hogyha mérkőzésben tartja az Immortalst. Bár nem érzem úgy, hogy egy csapatharcban az Immortals jobb lehet. Félre ne érts. Uh-huh. Ez a kompozíció véleményem szerint nem szabad, hogy megverje azt, amit az Envy elhozott. Náluk van bombó-kombó potenciál, kezdeményezés, piszkálódás, tankosság,
mágikus és fizikai sebzésnek a tökéletes felosztása. Az Envy nagyon szépen összeválogatta ezt az ötöst, és ezt remekül alkalmazzák is. A lövészt pedig még őrizni is lehet, ha még mellé is megy a romláslánc ezúttal. Tehát van pajzsolási lehetőség, van mozgásmódosító képesség, mondjuk az, hogy gyorsítás Haku által, valamint még támadás sebességét is lehet gyorsítani köszönhetően idejnek, a gyógyításról nem is beszélve. De igen, viszont ettől függetlenül kíváncsi leszek rá, hogy mennyire fog működni az a csapat kompozíció, ami szerinted elméletileg jobb. Hiszen nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy egy-egy csapat kompozíció, egy-egy kis wombo kombó elméletben nagyon jó és nagyon brutálisan tud aratni, és akkor valahogy a megvalósítás néha elúszott, hogy... De az Envynél nem egy wombo kombó van, hanem rengeteg kompozíciós lehetőség. Bennük van az, hogy csapatharcolnak, bennük van a hidegháború, bennük van a váltott ösvénytolás, bennük van egy megőrzés. Rengeteg minden az Envy részéről, ami azt biztosítja, hogy variálni tudják a játékstílust, hogyha valami nem jön be az Immortals ellen, nyugodtan válthatnak, hiszen a karakterekben megvan a potenciál arra, hogy teljesen mást húzzanak 5 perc múlva, mint amit most csinálnak. Ez tény és való. És nem szabad elfelejteni azt, hogy a másik oldalon az Immortalsnál ott van ez a Blitzcrank, aki nem tudom, olyan kakuktojás. Mármint jó, jó, ott volt 2 gyilkosságnál, viszont 3-szor ugye meghalt, és folyamatosan igazából a prédára leső vadász szerepét tölti be egy bokorban, a pengecsőröknél, ahol tud, igazából bárhol, de hogy így nem találja valahogy a helyét, még mondjuk Haku vele szemben azért elég sok mindent eddig be tudott tenni ebbe a kis kalapba, hiszen 6 gyilkosságnál ott volt a 10-ből. Ami még nagyon érdekes, az az Envynek az őrszemező stratégiája, ugyanis, és figyeljetek erre az adatra, mert ez kimagasló az Észak-Amerikai Ligában. Igen, az Envyről beszélek, nekik van kiemelkedő statisztikájuk valamiben, és ez nem más, mint az őrszemek kitakarítása. Átlagosan az Észak-Amerikai Ligában 30-35% között van ezeknek a száma, miközben Apollo csatázik Pobelterrel, nem is kicsit, nagyon szép a kerülgetés, az alaptámadás betalál, Apollo pedig így elhozza a gyilkossal, Blitzcranket is sikerül közben a csapat többi tagjának befejezni, 2-0-ás így a csere, Lirára pedig a további kezdeményezések már nem lesznek jók, tehát amíg a ligában 30-35% az átlagos őrszemtakarítás, addig a Team Envyus 48,5%-át takarítja ki az őrszemeknek, tehát majdnem minden második őrszemet kitakarít, amit az ellenfél kihelyez. Igen, viszont a visszajátszásban látjuk, hogy Oli elég szorult helyzetbe került, hiába próbált gyorsítani, hiába próbált villanni, érkezett rá a válasz, és hiába jött a hősies belépő, Flame-nek is utána menekülnie kellett. Villanás, és egy kicsit odaibb is kellett ugrania, hiszen jött volna az az Envy Dozer. Valahogy ezt a hősies belépőt, ezt meg Olinak a villanását kicsit úgy érzem, hogy felesleges volt beáldozni, hiszen Oli valószínűleg tudta, hogy ebből nem fog megmenekülni, talán hogyha a kataklizmából kivillant volna, nem pedig már előtte miatt a kataklizma kijött volna, azért elhasználta volna. Úgy érdekes volt. Egy nagyon gyors barant szeretne esetleg az Envy csapata, hiszen és pontosabban az Immortals csapata, az alsó ösvényen idézték meg a szurdok hírnökét, ő ott elég sokat fog tudni tolni. Oda embert kellene áldoznia az Envynek, viszont közben a baron nasornál akár egy csapdázásra, miközben nagyon szép szerefelkapása, de ő menekülni tud. Vagy pedig, ahogy látjuk, a középső nyelhozatal a csapatharc kialakítása a cél, hiszen Orianna nem fog tudni sehogyan sem csatlakozni a csapathoz. Igen, és ezt most jól tudja megjátszani az Immortals, akkor elég sokat tudnak nyerni, viszont eddig hát elég vegyes a siker, miközben Orianna már hatalmas harcokat vív egyébként. Aval hírnöke érkezik a másik oldalra Kodiszán, hogy valahogy megpróbálja megvédeni mindent tovább, hogy talán egy toronyra is elég legyen az a sebzés, ami benne rejlik, illetve Kodiszánban. Kérdés, hogy ez mennyire lesz elég, hiszen van vonzás hullám a másik oldalon. Azért elég lesz, ez biztos. Oh. Miközben jó az érkezés X-Mitty-től, de a vonzás hullám nagyon gyorsan elkedvteleníti az Immortals dzsungelesét. Majd utána jöhet szerep, feldobás nincs, de jön a kataklizma. BOOM! Majd ebbe érkezhet a hősies belépő. Oli mindjárt meghajol, felbőszítés szerep kivillan. Nem lehet feldobni, közben meghalt már Oli, szerep beszáll. Egy zászlóval, és így összességében az Envy 4-0-át cserél az Immortals-szal, valamint hoz egy baronnasort. Igen, és elég szomorú az, hogy
még Szerepot sem sikerült befejezni egyébként az immortális csapatának. Pobeltet túlélte ugyan, de elég szétszórt csapatharc volt. Hiába érkezett a hősies belépő. Valahogy Szerepnek az időzítése azzal a teleporttal jobb volt, és utána kataklizmával nagyon jó helyre tudott egyébként érkezni, és nagyon jól tudta lekövetni a menekülő immortális játékosokat. 16-6 gyilkosságok aránya. Két toronyon ugyan le van maradva az, ami viszont ott van náluk egy baronnasor, illetve hatalmas mennyiségű arannyal, 7000-rel tudnak jelenleg vezetni, amit szépen lassan be fognak váltani arra, hogy elkezdjék beszedni egymás után valószínűleg a tornyokat, vagy ha nem is rögtön a tornyokra, akkor a sárkányra tudnak fordulni, viszont a visszajátszásban látjuk ezt, hogy Piránra érkezik az Immortals Dozer, viszont a vonzás hullám elég volt ahhoz, hogy X-Mitit el lehessen innen taszajtani, és érkezett Szerep vala teleporttal és utána egy kataklizma kombinációval, hiába repülve majdnem a szomszédból pacsizva, végül is egyébként Flame, nem volt elég, hiába bőszített föl, hiába érkezett meg, nem volt benne elég lehetőség, és közben a háttérből Pobelternek igazából kisebb visszább lépése volt az egész csapatharcban. Ez az MV, ez nem a tavalyi MV. 6-16 a gyilkosságok aránya, a Baron Nashort 2 perc az éledése után tudták befejezni. Az egyetlen statisztika, amiből rosszabbul állnak, az a tornyok elhozatala, viszont ez már a második hegysárkány, amire ráteszik a mancsukat, így 20%-kal könnyebb lesz a tornyokat rombolni. Biztos vagyok benne, hogy 2 ilyen erősítéssel és a baronnasorral visszahozzák magukat ebben a tekintetben. Pokoli sárkány pedig érkezhet az idézők szurdokába, ahogy ezt az Immortals mérkőzéseken várhatjuk is. Oho. Az pedig egy vakromlás lánca volt Pobelterre szemben, a lekötés meg is van. Apollo nem tudja elhozni végül az alap támadásával a gyilkosságot, áttető nyilvesszél pedig még nem volt. Lee Sin-be, majd utána jön a rugás. Apollo bajban van, a torony még nem dől. 1-0-ás a csere az Immortals részéről, de végül csak sikerül az ágyus minionnak elhozni a tornyot. Tornyot veszített az Immortals, és hiába tudták nekünk bemutatni azt, hogy miért is hozták el ezt a Blitzkrieg Xayah alsó, és mint nem igazán volt meggyőző, hogy igazából most ott körülbelül másodjára, talán harmadjára működni ez a Blitzkrieg elkap, valakit érkeznek rá tollak. Nem igazán volt megérés az Immortals számára, hiszen ez előbb még le volt maradva az MV tornyokban, most pedig egyenlő az állás. Pobelternek pedig villannia kell, valamint végső képességet használnia, de nagyon szép a csábítás! Lirát pedig így meg lehet ölni! Hát igen, itt pedig már X-Mity fordulna, beugrik Hakóra, jön a hősies belépő, Szerafot lehet feldobni, szép! Blitzkrieg előre nyomulása, sebzése elég a végső képességével, Oli gyilkosságot hoz, Szerafra hiába jó a felbőszítés, már őt megölni nem lehet, így 2-0-ás a csere az Immortals. Hát igen, végre kirakták azt a macskát palaházba. Van ez a mondás, hogy ki mint macskát. Na most ez igazából megtörtént, de gond nélkül tudja tolni egyébként az MV az ösvényeket. Le voltak maradva a tornyokban, 2 darab torony lemaradásuk volt, most pedig ők tudnak vezetni egyben, a visszajátszáson pedig látjuk azt, hogy az MV próbál egy jó pozíciót találni, ami igazából talált is, hiszen Pobelter bele szaladt abba a láncsába, majd utána még egybe is érkezett Lee, hogy hol az a róka, de csábítás, illetve a visszafelé érkező Q és a toronysebzése elég volt ahhoz, hogy meg lehessen állítani ezt a vadmacskát. Lira egyébként készült erre a csávításra, tehát a villanását kihasználta, csak nem átvillanta, hanem telibe belevillant ebbe a bizonyos csábításba, ez pedig a halálát jelentette. Félhold csapása egyébként már régóta rendelkezik, és Zonya homokórea lesz majd a következő tárgya, amivel ha rendelkezett volna, ami most készült el ebbe a pillanatba, akkor túléli az előző szituációt, viszont ez még nem volt meg, és ha pedig túl sok lesz, Karma rendelkezik a megváltással, utána pedig majd valószínűleg az Iron Sonic medálját fogja elkészíteni magának. A túloldalt pedig a mélységi maszkot tudta Gálió befejezni, ami a 7.11-es frissítésben új tárgyként érkezik, átvette a mélységi jogar helyét. Igen, és Pobelter kicsit, hát hogy is mondjam, mellé lőtt annak a kis biznisznek, viszont csábítás, de mivel jön a felmentő sereg az MV számára, ezért azonnal vissza kell lépni, ezt tudja nagyon jól az Immortals csapata is, hiszen nem látnak semmit. És tehát, ha nem látsz semmit, az gyanús. Egyébként
nyilván gyanús mindegyen, nem látod, hogy pontosan mi is történik arra felé. Power Play 1719 arany, ami nem mondható olyan brutálisan jónak, viszont igazából már alapból elég sok aranyjal tudott vezetni az MV. Az, hogy most rápakoltak még három tornyot, az nekik bőven megérte egyébként, hiszen most már jobban oda kell figyelni az Immortalsnak, hogy merre is érkeznek az MV játékosai egymás után. Kérdéses, hogy mennyi esélye lesz a következő baronna sorra egyébként az Immortalsnak beköszönni. Nem az a durva, hogy a 18. percben Lira duplázta X-Mity farmját, hanem az, hogy a 28. percben majdnem, hogy pontosan ugyanez a helyzet. Tehát Lira csakhogy nem kétszer annyi farmmal rendelkezik, mint a másik dzsungeles, ami hatalmas különbség, ez biztos aranyban is megnyilvánul, kéztárgyakban biztos, hiszen már többen rendelkezik Lira. De ahol igazán nagy a különbség a két csapat között, az a lövész pozíció, ahol gyilkosságokkal négyjel is többen büszkélkedhet Varus, mint Xayah, valamint két darab támogatással, ez pedig szintén egy fél tárgyelőny minimum jelent a két lövész között, de ennél valószínűleg több is a különbség. Igen, és ameddig mondjuk az MV oldalon ott van a megváltás, a másik oldalon kis pajzs az, ami rendelkezésre áll a kis védelemnél. A megváltások általában jobban szoktak működni egyébként, mint az Iron Strike medálja, és ez egyébként szerintem most is így van. Volt olyan csapatkompozíció régen, amikor dupla megváltást épített az egy csapat is. Hát egy 8-as formával lényegében az egész csapatharcot kigyógyulták teljes egészében, miközben a másik oldalon két medál volt, ami látszott, hogy nem volt elég. És én valahogy mindig egy kicsit jobban értékelem azt, hogy van a megváltás, mint hogy egy kicsit áronszorolizunk, hiszen hatalmas mennyiség életről tud visszatölteni. És bármelyik játékosnak jól jöhet. Úristen, talán romlás lánca a tolviharral, Cody még menekül, de kapott sebzést bőven, Apollo jól megvan etetve, Flame kezdeményez, de csak Seraphot találja el, akárcsak Ária csábításával. Baron Nashor 10 másodperc múlva éled, a pokoli sárkányig 15 másodpercet kell várni, Olin nem tud senkit behúzni, óvatosak az NBA játékosai, nem velük nagyon jók az őrszem játékban, főleg az őrszemek kitakarításában, ezért túl sok problémájuk nem lesz abból, hogy Blitzcrank behúzza őket, hiszen nem lesz rálátása az Immortals csapatának erre. Igenis. Az MV most meg tud indulni egyébként úgy a baronna sor felé, hogy kérdéses, hogy az Immortals mennyi mindent fog közben esetleg az útjukba gördíteni. Legyen az akár bármifelé szikla, hiszen megint ott van az, hogy nem látnak semmit. És próbálnak takarítgatni, amennyire csak lehetséges, viszont az MV nem akarja ezt csak úgy simán engedni számukra. Jó a csábítás, megint Seraphot találja egyébként, ő pedig nem a megfelelő célpont továbbra sem. A romlás láncát Varus még nem tudja használni, ez nem elérhető képesség. Most töltött vissza Pirán vonzás hulláma, zónázisa gulyával folyamatosan, és próbál az Immortals is takarítani őrszemek tekintetében, X-Mity azt, amit milyen sebzést kap. A Vinionok pedig az alsó ösvényen ügyködnek a talany elhozatalán, jön pedig a segítség hozzá, az MV pedig megkezdi a Baron Nashort, rálátása van ennek? Van erre az Immortals csapatának, érkezése viszont nincs. Ez viszont egy ingyen Baron Nashor az MV-nek a második a mérkőzésen, mantrázott inspiráció, a pokoli sárkányra lép ki az Immortals csapata, mondtuk, hogy ezeknek az elhozatalában elég jók, ez most is megtörténik, viszont a mérkőzésen most nem állnak jól. Igen, és ez nem kifejezés, hiszen amiatt, hogy ugye érkeztek az alsó és ugye mindjának, illetve az MV a baronna sornál táncol, egy olyan helyzet jött létre ezáltal, amivel nem igazán tudod mit kezdeni az Immortals. Gondolkozod, hogy akkor most valaki menjen haza videkezni, most akkor mi is legyen. És ebből az lett igazából, hogy a mindjának félelt erőig darálták lényegében az alsó és tornyát, az MV beszette a baronna sor, nehéz meg igazából csak egy ilyen vigasz pokoli sárkány jutott, ami jó, mert plusz sebzés, viszont bőven nem jó értékben, ha megnézzük, hogy kicsit, ha jobban ráfekszik az MV az alsó ösvényre, akkor könnyedén meg lesz az inhibitort védő torony, vagy akár még egy inhibitor is mellé. Hát baronna. Igen. Simán van lehetőségre. Igazából azt látjuk, hogy a két csapat között nagyjából 8000 aranyag különbség, ami sok. A játék ezen pontján 32. percben is azt mondható, hogy 8000 arany, az bizony sok. Szerep az alsó ösvény tolja meg, előkészíti a terepet az MV számára, akik torony rombolásban elég jók köszönhetően a két elhozott hegysárkánynak.
a Titán Hidrával pedig szerep millió takarító képessége a remek. Természetesen ő már az aratást kitette az eszköztárából, összegyűjtötte a jelzőket, begyűjtötte az aranymennyiséget. A romlás itala viszont még mindig ott van az eszköztárában. Miközben a középső ösvényes torony áll még néhány gyufaszálon, de azok még kitartanak. Elég erős gyufaszálak ezek. Viszont egyébként, hogyha az Envy most ugye győzelmet arat, akkor megtöri azt a, hát a vereség sorozatot azon a vörös oldalon, amit ugye eddig nem sikerült számára. Ami mindenképp egy jó előny lehet, plusz ugye, mintha megnyerik a mérkőzést, akkor utána már csak egyet kell ismét nyerniük ahhoz, hogy legyőzhessék az Immortals-t. Viszont mindenképp egy nagy, hát hogy is mondjam, segítség lenne számukra egy ilyen akadály leküzdés. Ó, vonzás hullám elő, szép volt a tolvihar Cody Santól, így nem hal meg. A torony viszont dől, és Oli arra kényszerül, hogy vakon próbálja meghúzogatni, miközben így sem sikerül lehozni az Ensign Medal kijön, de így is jó Lira sebzése, beugrik X-Mity, rugni azonban nem tökéletesen sikerül, senki nem jut vissza, a gyógyítással sikerülne megmenteni még Pobeltert, ha nem érkezne be Seraph két gyilkosságért, valamint még Varus is begyűjt egyet, a mérkőzésnek pedig így vége, 4-0-ás volt a csere, az Envy pedig megtöri azt a bizonyos vörös oldali átkot, a negyedik pirosodon vívott mérkőzésüket pedig most már meg tudják nyerni, és ezt pedig, hogy az Immortals-t is meg tudják fricskázni legalábbis eddig egy mérkőzésen, ez hatalmas fegyvertény, ráadásul olyan körbeverési potenciált ad az Észak-Amerikai Ligának, amire nagyon kevesen számítottak. Az Immortals 2-0-ázta a TSM-et, az Envy pedig már mérkőzés hozott az Immortals-szal szemben. Persze messze menőkig való következtetéseket még nem lehet levonni. Az Envy tavaly hozott a TSM ellen is első mérkőzést, ez nem azt jelenti, hogy meg tudják nyerni a BO3-as szériát, de nyilvánvalóan egy lépéssel közel vannak hozzá, mint az Immortals. Igen, és így igazán jó lépése, hiszen nem az volt, hogy mondjuk egy picit kellett csak beleadniunk ahhoz, hogy, hogy talán épp hogy nyerjenek, hanem az volt, hogy tudták egyébként végiguralni a játékot, hogy szerzett ugyan az Immortals gyilkosságokat, vittek el objektíveket, főleg a játék korai szakaszában szaladtak meg, és akkor még levaradásban volt az Envy, viszont egy bizonyos pont után az a rossz macska annyira sok pozitív dolgot hozott a játékba csapatának, hogy elég volt nekik ahhoz, hogy meg tudjanak szaladni. Elkezdtek még jobban aranyelőnyt növelni, gyilkosságokat, aztán ráfeküdtek arra, jó, akkor vigyünk objektíveket, miután ugye már ott volt náluk a kis baronnasor, ott volt náluk a két hegysárkány. Gond nélkül tudták egyébként letörölni egymás után a tornyokat, és nem igazán tudott rá mit reagálni az Immortals, annyi volt, hogy néha oda kaptak, akkor jöttek ezek a vakhúzogatások, ahogy említetted, amikkel igazából nem ért sokat egyébként az Immortals. Blitzen nyugodtan, jó. Ilyen leasing cosplayt rá lehetett volna húzni, olyan vakon volt. Jó, jó volt egyébként az, hogy behoztak egy újdonságot, egy Blitzcranket, ami annyira azért nem újdonság, már láthattuk már, viszont itt nem igazán volt a toppon, nem igazán tudott annyit persze, hozzáadni, mint mondjuk, mint mondjuk egy bárd adhatott volna hozzá, ugye nyilván ki lett vágva, ezért nem tudott hozzáadni, viszont szerintem ez a Blitzcrank ez még abban a zónában van, ahol vannak benne lehetőségek, de még nem elég lehetőség van benne. Működhet jól, de még mindig ott van benne az, ami régen a Kazixoknál volt, hogy vagy az elején nagyon-nagyon jól bejött, és akkor végre volt az egészen, vagy megfogták, és akkor igazából nem ért semmit. Most ez a Blitzcrank is az volt, hogy megfogták sokszor, ahelyett, hogy ő fogott volna meg másokat, és hát megalázták ebben a mérkőzésben ezt a karaktert, mert valahogy a játékos nem igazán tudta úgy uralni, és olyan helyzetbe helyezni ezt a karaktert, ahol jobb eredményeket tudott volna elérni vele a csapat. Az Envy így megnyerte az első mérkőzést, és a játék korai szakaszát az Immortals jól játszotta meg. Tudtak célpontokra fordulni, 3 tornyot megszereztek, tehát az első 3 torony, az első 4-ből 3 torony az övék volt, és úgy nézett ki, hogy ők lesznek azok, akik dominálni tudnak a mérkőzésen, elhozták a szurdok hírnökét is, a felső ösvénye például az első gyilkosságért be is ugrottak Seraphért, majd utána volt még egy ilyen szituáció, amikor sikerült torony alól kiszedni a felső ösvényest, egyből ezt látjuk is utána. Nidalee erre válaszolni nem tudott, ellenben az alsó ösvényen folyamatosan megtette ezt az Envy csapata. Seraph büntet vele, de így is nagyon erős lett a játék későbbi szakaszára, ami alapjában rengette meg az Immortals-t, hiszen a kompozíció alapja az volt, hogy Jarvan hogyan és mikor tud érkezni, és arra a vonzás hullám
miként tud reagálni. És az Elminek az a legszebb az egészben, hogy nem is kellett tökéletesen végigvinni a Wombo komboját, vagy tényleg ezt a csapatharc kompozíciót, mert annyi lehetőség, annyi variancia volt ebben az öt karakterben, hogy nyugodtan mehettek váltottan ösvényt tolni, elcsalni az ellenfeleket, belemenni a csapat küzdelmekbe, kettő a kettő olyan szituációkba, és szinte minden egyes csata azt a célt szolgálta, hogy az Envy megszaladjon az Immortalshoz képest. Igen, és kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz ennek a Nidalee-nek egyébként a sorsa, hogy van helyette még mindig ugyan olyan karakter, akár Olaf, akár bárki más a jungle-ban, aki szintén igényi meg tud zaladni, viszont azok után, hogy ennyire működött Lirának az, hogy elhozták neki egy Nidalee-t, ez vajon megéri a másik oldalon egy tiltást, vagy megint megéri az Envy-nek az, hogyha nincs tiltva Nidalee, ami szerintem egyébként nem lesz tiltva, mert vannak sokkal veszélyesebb karakterek, lásd Zac, akit ugye tiltani kell, meg középső ösvényeseknél is azért bőven van, akit tiltani kell, szóval hogy vajon ez a Nidalee megjelenik nekünk még ma egy Envy meccsben, vagy lehet, hogy inkább elteszik, hogy akkor Lirával jól tud játszani, és akkor még fogjuk hozni, hogy okozunk egy kis meglepetést, hogy nem minden mérkőzésen mutatjuk meg, hogy oha, itt van nekünk ez a Lira, és itt van ez a Nidalee. Miközben egyébként a visszajátszásban látszik, hogy ott osan lényegében az Envy mögött, az Immortals mögött, úgyhogy az Immortals kezdte meg az egész akciót, és utána visszanyalt lényegében a fagyi. Hiába érkezett a hősies belépővel felé, hiába próbálta valahogy menteni a csapatát, nem sikerült gyilkosságot sem elvinni. Nem múlt sokon, de hogy már itt egy olyan cserét tudott lehozni az Envy a mérkőzésen, ami után az Immortals csak azt mondta, hogy hát ezt elrontottuk. Nem kicsit egyébként. És lövész pozícióban a legnagyobb különbség, ha a sebzésekre tekintünk, több mint dupláját tudta Varus sebezni annak, amit Xayah kiosztott, pedig az előző mérkőzésen láttuk, hogy Xayah volt az, aki ezért a tollaknak és területi sebzésnek köszönhetően elég sok damage-et össze tud hozni, de a játék minden egyes pontján jobban teljesített az Envy. Aminek én nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen kaliberű csapat, akik majdnem kiestek az LCS-ből, megmutatták, hogy hogyan is lehet egy pofon után felállni a padlóról, egységet alkotni, rengeteg gyakorlással csapatot összehozni, behozva új embereket, ugye Ninja kiesett a középső ösvényről, megérkezett Piren, és bőven-bőven van benne is potenciál. Ami ezt az ötöst illeti, sokkal jobb teljesítményre számítok tőlük ebben a szezonban, mint az előzőben tették. Apollo lett egyébként a mérkőse embere, Varusszal 6-1-6-os teljesítmény. Láttuk, milyen sebzése volt, több mint kétszereztek száját. Tehát az Envy egy nagyon szimpatikus csapattá nőtte ki magát az előző évados gyengébb teljesítménnyel előrukkoló csapatból. Az pedig, hogy most megtörték a vörös oldalon a nyeretlenségi szériát, most megtörhetik a kék oldalon majd a győzelmi szériát, hiszen ott pedig 3-ból 3 mérkőzést eddig meg tudtak nyerni. Nyilvánvalóan, hogyha ilyen jól állnak, egy 1-1-es teljesítményük van, és egyre jobban állnak, mint az Immortals, legalábbis ebben a BO3-as szériában. Flame-től várnék én egyébként sokkal többet. Galiot hozott, először hozott Galiot ebben a szezonban, meglátjuk, hogy a következő mérkőzésre sikerül-e valami carry képesebb karaktert elhoznia, amire hamarosan sor is kerül, addig is nem menjetek sehová.